Viszont volt nagyon jó választás, hogy a Nemzeti Sírkertet választották ma az úti célul, ugyanis ez egyike Magyarország legfontosabb, legtekintélyesebb látnivalóinak. Ezeket a nemzeti emlékhelyeket egy jelen pillanatban 19 tételes lista sorolja föl, és a nemzeti emlékhelyeket, és olyanok vannak rajta, mint például a debreceni nagy templom, vagy itt Budapesten az egész Kossuth tér, vagy a Batthyány emlékménycsás, tehát olyan pontok, olyan látnivalók, olyan helyek az országban, a mai Magyarországon, amelyek az egész nemzet sorsfordító eseményeit, vagy személyiségeit idézik föl. És ebben a sorban mindenképpen illeszkedik ez a temető, aminek a történetéről majd menet közben beszélünk. És azért érdemes tudni, hogy a nemzeti emlékhelyek mellett vannak történelmi emlékhelyek is. És itt a Kerepesi Múzeum egy féloldalas nagy temáriát tartanak. Itt egy kisakban féloldalas megalkotásáig egy különálló város volt. Pest városa szembesült azzal a ténnyel, hogy lassacskán a város területét kinövi a község, a közösség, a polgárság. Egyre többen születnek, egyre többen halnak, egyre többen jönnek, települnek be a városba. Hiába bontották le az 1800-as évek legelejére a mai múzeum körút vonalát kijelölt hajdani városfalakat, azért még mindig szűkösen van ez a előnyakot a felső városa, és főleg a növekedés olyan nemetelős kialakult temetőt akadémiáit, és a Huszki család tagjai, különösen Huszki Ferenc, mind a két meghatározó nemzeti intézményben óriási szerepet játszó igazgatóként, tagként, rendes tagként. Olvasható, és az is jelenti, hogy a különböző korszakok
európai rendszerek rajta hagyják a nyomukat. És a legutolsó igazán markáns nyomhagyás az 1959 és 62 között, amikor a forradalom után a konszolidálódó Kádár rendszer úgy döntött, hogy itt kialakít egy munkásmozgalmi panteont. Gyakorlatilag terrort szenvedte az ország, Bach korszak néven, amely a szabadságharc leverését követte.
elfelejteni. Ugye Kossuth Lajos 1849 őszén Vidin felé, az Alduna irányában elmenekült legkülségesebb híveivel, és attól kezdve soha nem tért vissza magyar földre, majdnem fél évszázadot töltött emigrációban, és az utolsó év tizedein, hol Észak-Olaszországban az addigra már egyesült olasz királyságban, Torinóban, Turinban élte le, és hát onnét küldte a leveleit, hogy semmiképpen ne legyen itt kiegyezés, meg nehogy egy zsákba varjuk magunkat egy hullával, ahogy írta a Cassandra levélben, hogy szét fog esni ez az osztrák birodalom, ne álljunk össze velük. Minden esetre thank you.
városunk, mauzóleum eredetileg a főváros és közadakozás alapján készült el. Ugyanakkor a egymást követő helyreállításai részben állami fücséből, részben most pedig a Nemzeti Örökség Intézet által kezelt. Egész vers van fölvésve, ma már nem nagyon ismert,